Na, és meg is jöttünk Zebegénybe, és most Dóra is jött, és azért jött, mert... Mert most már azt ígérted, hogy ház kinézete lesz, hogy lesz tető, meg lesznek ablakok. Szóval ez az adás tulajdonképpen Dóra lelkének a megnyugtatásáról szól, nagy részt, kis részt meg arról, hogy bekerülnek a nyilászárók. Hát ez már egész házformájú. Szia, jó reggel. Hello. Szia, Csó. Sziasztok. Szia. Hello. És ez mi? Ez emeli be a... az ablakokat, a nyilászárókat? 25 kiló fölött nem emelhet elvileg egy ember, egy maga. Á, van ilyen építési szabály? Vagy micsoda? Igen, és abban az esetben, hogyha ennél ezt meghaladó súlyokkal dolgoznak, akkor muszáj valamilyen nem előberendezést alkalmazni. Van, ami manipulálásra is alkalmas, tehát már a feje sem egy függesztett, hanem az is tud emelni és forgatni. Jó, hogy így manipulál, nem az, hogy rábeszél engem dolgozni, amiket nem akarok. Nem, azt mi üvegmanipulációnak hívjuk. Jó. Na gyere, drágám, figyelj! Gyere. Deltát leforgatom. Egy kis hegymászás. Már házszerűbb. Na gyere be. Ó. Ugye? De átlátok a tetőn, szívem. Mert még nincsen rajta a cserép, ez még csak egy fólia. Ja. Ez oké. Tehát lefóliázni. Jó. Jó. De hogy ez olyan fólia, aminek rá kell kerülnie. Jó, de az üveg igazi lesz, ugye? Tehát az nem fólia. Nézd, ez már az igazi üveg. Ami a melegnek a 80%-át szűri ki, meg a naphőjének? Napenergiának a 80%-át. Szia! Szia! Te mikor jöttél meg, és hol én jöttél? Ott álltam! Mögöttem, mellettem? Az előbb elmentetek már egymás mellett, néztem és mondom, milyen rossz vajtok, nem? Köszönöm! Nem, annyira kameráztál, hogy nem akartam beugrani a képbe, hogy... Hello! Hello, sziasztok! Na mit szólsz? Nagyon jó. És ameddig Karcsiak berakják az ablakokat, addig Balázsral a tervezővel és az Olival a kivitelezővel megbeszéljük, hogy lesz itt a micsoda. Egyébként jól állunk? Jól. Már hogy így ilyen történelmi távlatokban. Igen, itt a kapuba. Ja, értem. Jól látok itt? Még nem beszéltünk róla, hogy legyen itt az autóbehajtónak a kapuja, meg a személybejáró, hogy ez külön van, egy legyen. Igen. Általában ugye tolókaput csinálunk. Az Zoli a tolókapu, eltoljuk. Igen. Hogyha 3 méter széles a kapu, akkor 4 métert ott elfoglal, és hol jövünk be gyalog. Nyílót kifele nem tudunk, mert az utcára nem nyithatunk kapust. Jobb befelé ugye nem tud nyílni, mert emelkedik a terület. Akkor tudna úgy nyílni, mint a Lamborghini-nek az ajtaja. Hoppá! Hát... Azt nem lehetne, hogy itt van a sétabejárat, és egy kicsit... akkor egyre gondoltunk. Ezt akartam mondani, csak ugye akkor ez... ennyivel szélesebb lesz, de valószínűleg ez a megoldás. Ez ennyi? Ennyivel pattintani itt a helyszínen? Nem mondjuk, jól mondtad, hogy előkészítettek mindent? Amit lehet, igen. Szerintem a beépítés alapvetően nem az építési helyszínre való felvonulással indul, hanem a jó felméréssel. Mi a KAV-nál nem mérőszalaggal és távmérőlézerre mérünk föl, hanem szkennelünk. Ennek az a lényege, hogy egy berendezést egy állványon elhelyezünk egy ponton, és ez a berendezés lézeres letapogatással egy képpont felhőt épít egy térben, és ezt a modellt mérjük mi meg az irodában digitálisan. Ez azért buli, mert egyrészt jobban tudjuk a síkokat szabályozni és majd visszatűzni a beépítéskor, mert tudod, a homlokzat burkolatoknak nyílegyenesnek kell lenni, még ha a fal görbe is alatta valahol. A másik pedig, ami ennek egy nagyon pozitív hozadéka, hogy a társszakmák, a társkivitelezők, azok elkérik ezt a modellt. A Sinoros Balázs és a tervezőtök is elkérte ezt a modellt, mert a belső építészek a mi háromdimenziós modellünk alapján mentek és dolgoztak tovább. Sőt, azóta egy csomó ponton használtuk már ezt a 3D-s modellt, amit készítettek. Nagyon-nagyon sok. Tulajdonképpen mindenki örül neki. Buli borzasztó erőforrás igényes, drága szoftver, drága gép, sok mérnökidő, de busásan megtérül a befektetés, főleg egy bonyolultabb épület esetén. És akkor a felmérésnek van még egy pozitív hozadéka, hogy tisztában vagy az építési helyszínnel, földrajzilag. A kalandokkal, az odavezető útvonallal, a hidakkal, felüljárókkal, a belógó légkábelekkel, és a többi. A szerkezet mérete, típusa meg darabszám alapján mi egy tervet készítünk. Ebben nem sokszor hallhatsz ilyet tőlem, de ebben tényleg mi vagyunk itthon most a legjobbak. És akkor nyilván a kiszállítást követően, logisztikát követően kerülnek ki az építési helyszínes szerkezetek, kihordjuk, és a beépítést először mechanikus kikötéssel, majd aztán utána a hézagok kitömítésével folytatjuk. Ezt követően beltéren mindig párazárást kell használjunk, tehát le kell zárnunk a párától,
a beépítési csomópontot, kívül pedig vízzáró csomópontot kell építenünk. Hogy ne penészedjen, vagy ezzel mit segítünk? Igen, hogy ne jusson be a két a szerkezet és a fogadó szerkezet közé a tömítésbe a nedvesség, mert akkor az belül, vagy a szerkezeten belül páralecsapódást és penészedést fog okozni. Aha, tehát ahol penészedik a fal, egy új nyilázáró körül, az azért van, mert megspórolták ezt a szigetelést? Igen, és a beépítési csomópont el lett baltázva. Élt egy építész az ókori Rómában, Vitruviusnak hívták, és ő írt egy könyvet, 10 könyv az építészetről, és ebben a kiváló munkában valamelyik könyvében azt írja, hogy az építészet a vízzel való küzdelem. És ez a több mint 2000 éves megállapítás a mai napig igaz. És akkor a beépítést és a körbezárásokat követően történik az üvegpanel beemelés, és még a kabnál annyi egy kicsit a plusz hozzáadott érték, hogy mi mindig visszamegyünk finom beállítani. Tehát amikor az építési feladatok befejeződtek, megtörtént a piperetakarítás, akkor mi előtte kapunk egy héttel egy telefont, és kijönnek a kollégák, kiporszívozzák a küszöböket, megcsinálnak mindent, és finom beállítanak. Mert nem abból élünk, amit most adunk el, hanem amiért majd az ügyfelek ajánlanak bennünket újabb ügyfeleknek. Mert a legjobb értékesítés a referencia alapján történő és ajánlás útján történő értékesítés. Üvegednek a bekábelezése. Tehát ugye be van kábelezve egy kábelátvezetővel, úgyhogy már az okos fóliás tud dolgozni. Illetőleg fönt van az a kis picike drót kilóva, azt nem levágni, mert az meg a nyitásérzékelőnek a kiállása. Nem, az a nyitásérzékelő az a riasztórendszer. Ja, értem. Okay. A kiállás, mi ezt gyárilag elhelyezzük. Tehát, hogy ne kelljen itt vele kilódni, meg bohockodni, mi ezt gyárilag beépítjük, bedrótozzuk, bekábelezzük, és akkor utána itt már csak vigyázni kell rá, és rákötni a gyenge áramosnak. Mit szólsz, milyen vastag a Reynolds ajtódnak a mélysége? Jó, rendesen. Ja. Hát ez tudod, mit mond erre a férfi 40 Igen, hasonlóképpen. Hát ez a passzív házas minősítésű profiloknak a sajátossága. Tudod, beszéltünk, hogy a két elviselő kamra milyen messze van egymástól, és abban mint hőszigetelés van. Tehát nagyon, nagyon meleg lesz ez, amikor a leghidegebb ponton is ráteszed a kezedet, és nézd meg, hogy itt mekkora felfekvő felület van körben. Nézd meg itt is, hogy milyen gumik vannak. Mennyire rugalmas tömítés, és teljes mélységében a szányba be fog tapadni, úgyhogy ez egy nagyon jó pofa dolog. Nem mondod, hogy kinyitod. Ez de durva. És kinyitotta. Csak most még nem érdemes kilépni, mert lezuhanunk és meghalunk. És milyen jó, hogy pont beillik, nem? Ja, milyen ekkora vázik. Milyen jó, hogy... Nincs vicc, sziasztok! Hogy méretben van. Ez profinak találom. Akkor a kav megnyugodhat. Dóra azt mondta, hogy profi. Igen, ez profi. Hallottad, Karcsi? Bocsáss meg. Dóra teszjén átmentetek, azt mondta profi. Hú, de jó ez így! Szépen vagy, jó lesz. Nagyon jó! Sütöttél? Igen. Aha. A zacskóból most mutattam. Készült az ablakosokra. Kukuszgolyó. Egész este sütött a Igen. És csomagolgatta egyesével. Igen, egyenként ilyen papírba. Én vágtam ki a papír. Van. Gyerekek segítettek neki. Na, vegyetek egy kókuszgolyót legalább. Jó. Konspiráció volt a hátad mögött. És kik között? Nagyon sokan benne voltunk. Benne volt kedves feleséged. Igen. Benne volt Kovács Robi is. Mi van? Bizony. Mi folyik itt? Arra gondoltunk, hogy valami olyat kellene az épületben hagyni, ami egy picit te vagy. És hogy a kavos kreativitásból csak egy kis eszenciát kapjál. Igen. Azt tettük. Izgulok, mint egy gyerek karácsonykor. Vagy segberúgás előtt. Tehát nem tudom, hogy merre fog még eldőlni ez a sztori. Fog fájni, nem fog fájni. Igen. Nem fog fájni. És azt tettük, hogy az életed videós történetének legkomolyabb mérföldköveit
a kilincseken manifestáltuk. Micsoda? Hogy mi? Úristen! Elemeit az összes kilincsen feltüntettük. Végignézed? Persze, hogy végignézem, ezt nem hiszem el. Tehát belegravíroztátok az életem a kilincsbe? Egy nap a városban, menő lakásom, városhőse. Várj, hova még kilincs? Most ez viszont már inkább húsvét, amikor az ember keresi a tojásokat a kertben. Ó, zöldítsük ki Budapestet. Hát ez de durva, és van még kilincs? I love Balaton. De most akkor eltemettek engem? Tehát ez egy ilyen leszámolás velem, nem? Hogy legyen elég. Hát ez a konspiráció másik része. Jaj, hát az Apple blog, de jó. Usánka! És a híd! Nem volt annyi kilincs, ahány állomásod, és... Túl sok mindent csinálok? Ezt tömöríteni kellett. Úgy gondoltuk Dórával, hogy ezt akkor inkább tömörítjük. És ott az attraktor is. Van egy külön attraktor kilincsünk? De jó! És nekünk az volt az ötletünk, hogy az usánkás kilincset együtt tegyétek fel a Robival. Jaj, az de megnyíl, buri, de nem tudott eljönni. Annyi elfoglaltsága volt, viszont velünk van, lélekben az. Jaj, hát nagyon szépen köt, gyere ide, gyertek ide, hát köszönöm. Ez közösség. Ez egy barátik. Annyi is elég lesz. Fokozhatom egy kicsit a feszültséget? Igen. Van még egy. Ne. Még egy ötletünk, de. Az volt az ötletünk, hogy ha már a jövőbe építünk, akkor mi lenne akkor? Ha itt lenne egy kis urna nekem. Hogyha elhelyeznénk egy időkapszulát. Azt a mindenit. Valahol az építési területen. Az időkapszulát már el is készítettük. Azt a mindenit. És mennyire optimista, mert ez azt jelenti, hogy idén befejezzük, ugye? A KOV már az első üzenetet elhelyezte benne. Úristen. És a kollégák aláírták, majd gondold végig, hogy igaz-e, amit leírtunk, és ahogy leírtuk, talán mindenki el tudna helyezni ebben egy kis üzenetet. Hát ez egy nagyon szép gondolat. Köszönöm nagyon, szépen. Nagyon. Köszönöm szépen. Egészséggel nyújjétek el, ahogy nagyon mamám nagyon kedves tőletek. Hát hihetetlen. Köszönjük szépen. Nem, tényleg, ez figyelj, most az van, hogy én keresem még a szavakat. Igen. De nagyon meg vagyok hatva. Mondd el, Dóra, hogy én ilyen vagyok, amikor meg vagyok hatva, hogy elszaladok. Tehát nem tudom az érdemeimet kezelni. Hát ez marha jó. Az ember nem baj néha, hogyha belenéz a tükörben. És látja, hogy mit hagyott hátra, és mit néz, miben néz előre. Egyetlen egy szót irattam még rá. Micsodát? Hülye! Az, hogy a híd. Igen. Megnéztem én is, tehát láttam megnéztem a sorozatot. Persze, hát én még akkor megnéztem, amikor kijött. Csak valahogy nem jött össze a fejembe, hogy híd, és akkor Csabinak ez is egy életút, az is egy komoly mérföldkő. Ja, meg mindent kitaláltam, hogy tudja a seppűnyelet a külő közé dugdosni. Ha esetleg azt gondolod, hogy most megbántottam, hogy egy kilincse több dolog is rákerült, akkor mi sem áll távolabb a valóságtól. Nagyon köszönöm. Nagyon szépen. Meg ezeket a csodálatos ablakokat is, szóval. Mit szólsz, Dóra, hogy itt ülünk mi ez a terasz? A terasz szélénél, és a nyilázárok már bent vannak. Ne, mondjuk ez tényleg egy mérföldkő. Ugye? És hogy már kezd házszerű lenni, tehát hogy már épületszerű. Akkor már a lelket kezd megnyugodni? Igen, igen. Hát a mai küldetésünket akkor teljesítettük, igen, tulajdonképpen, igen, ezzel. Kérdéseket vett fel az időkapszula. Mindenkinek bele kell írni, meg hogy hova ássuk el. Mielőtt még ráfeszítem a dugót. Azt majd a következő körben kitaláljuk. Videó alatt mindenféle hasznos link. Kösz a figyelmet, jövünk vissza ezzel a projekttel. Sziasztok! Sziasztok.